Óriási sikerrel zajlott a 28. Spár Budapest Maraton Fesztivál. Pazar idő, rekordszámuk közel 22 ezer nevezővel, köztük 4900 maratonistával. Soraikban 400 olyan futó, akik első alkalommal vállalkoztak a 42 kilométerre. Csőre Gábor, a Víg Színház művésze is közéjük tartozott. Ráadásul ő a 42. életéve alkalmából lepte meg magát ezzel a rendkívüli ajándékkal. Nagyon izgulok, nem tudom, próbálok inni, de lehet, hogy nem kéne, próbálok pisilni, de lehet, hogy nem kéne, próbálok nagy vécére elmenni, lehet, hogy azt se kéne, nem tudom, valami. Tehát össze vagyok zavarodó, de majd, amikor már ott vagyunk a korlátok között, akkor már nincs hova menni, úgyhogy addigra már, hogy rendbe állnak a gondolataim. Hát felkerült az ide a pont, azt hittem, hogy jobban jövök. Olyan szépen csináltam egészen 30-ig. A barátomat is elhagytam, szegény Viktort, aki most jön be egyébként. És valamitől, nem tudom, 36-nál egyszer csak éreztem, hogy dír, kétszer odavágott a vádlimnak, és onnantól kezdve csak küszködés volt. Fantasztikus a hangulat, fantasztikus volt a mezőny. Végig egy amsterdamos pólóban lévő külföldivel futottam, és a végén egymást noszogattuk itt még a Széchenyi fürdőnél, még megpöcköltem a hátát, hogy na gyere, majd elhagyott és legörcsöltem, utána ő pöckölt meg. Tehát olyan jó hangulat van, és olyan jó emberekkel, hogy ez csoda. Olyan a maratonnak a futása, mint amilyennek Magyarországnak kéne lennie.